bérmálás a Szent Péter téren. A pápa a hitben való kitartásra buzdított. Híd, tudomány és vallás között. Interjú egy jezsuita csillagásszal. Tudománya művészet szolgálatában a guadalupei szűz képének titkai. Itt a Római Riportban. Csaknem 100 000-es tömeg töltötte meg a Szent Péter teret azon a Szent Misén, amelyen Ferenc pápa 44 a világ minden részéből érkezett fiatal kereszténynek szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A bérmálás a keresztény nagykorúság szentsége. A bérmálkozók erőt és küldetést kapnak a Szentlélek által, hogy Krisztus tanúi legyenek az egyházban és a világban. Abbiamo fiducia nell'azione di Dio. Con lui possiamo fare cose grandi. Si farà sentire la gioia di essere suoi discepoli, suoi testimoni. Scommettetevi alle grandi ideali, alle cose grandi. Noi cristiani, non siamo scelti dal Signore per cosine piccole. Andate sempre al di là, verso le cose grandi. Giocate la vita per grandi ideali, giovani. A Szent Atya krizmával jelölte meg a bérmálkozók homlokát, minnyájukat megcsókolta, ők pedig saját anyanyelvükön válaszoltak kérdéseire. La pace sia con te. With your spirit. E con tuo spirito. A Szent Mise után a pápa ismét találkozott és jó hangulatban elbeszélgetett a bérmáltakkal. Megismételte, hogy a hitből élőknek már fiatalon szembe kell menniük az árral. È un invito che rivolgo a voi, cresimandi e cresimande, e a tutti voi. Rimanete saldi nel cammino della fede con la ferma speranza nel Signore. Qui sta il segreto del nostro cammino. Lui ci dà il coraggio di andare controcorrente. Sentite bene, giovani e giovani, andare controcorrente fa, questo fa bene al cuore, ma ci vuole il coraggio per andare controcorrente. A Szent Mise után Ferenc pápa körbejárta a Szent Péter teret, köszöntötte és megáldotta a megjelent híveket. A pápa népszerűsége nagy tömeget vonz minden nyilvános szereplésére. Ezrek érkeznek a Szent Péter térre, hogy lássák a pápát, és együtt imádkozzanak. És persze, hogy egy fénykép, egy áldás, vagy ha szerencsések, egy kézfogás erejéig kapcsolatba kerüljenek vele. Jó példája ennek a szerdai általános kihallgatás. Ferenc pápa megválasztása óta minden alkalommal 10 000-ek töltik be a Szent Péter teret. Ez őrült jó. Mindenhol nagy a tömeg, de az egész igazi kaland volt, és nagyon élveztük. Szerdán és vasárnap rendszeresen közlekedési káosz alakul ki a Szent Péter tér környékén. A legutóbbi úrangyala imádság idején a rendőröknek végül el kellett terelni a járműforgalmat a térre vezető utcákról, hogy a tömeg elférjen. Bár a zarándokok a világ minden tájáról érkeznek, különböző nyelveken beszélnek, egy dolog mégis közös bennük. It's wonderful to see so many people. Nagyszerű érzés látni, mennyien gyűlnek egy zászló a híd zászlaja alá. Ferenc pápa hivatalba lépése óta folyamatosan biztatja a fiatalokat, hogy tartsanak ki hitük mellett. A fiatalok pedig jönnek a hívószóra, a katolikusok új nemzedéke is jelen van a pápa nyilvános szereplésein. Para mí significa que la fe. Számomra ez a bizonyíték, hogy még van hit az emberekben. A hitet nagyszüleinktől tanuljuk. De ha a fiatalok követik, a hit és az Isten szeretete tovább él. Tetszik, hogy odafigyel a diákokra, a gyermekekre, hiszen övék a jövő. Mi ugyan tanárok vagyunk, de az üzenete nekünk is szól.
Ferenc pápának módja lesz elkötelezettségét megmutatni a fiatalok iránt, első külföldi pápai útja Brazíliába az ifjúsági világtalálkozóra vezet. Megválasztása előtt a szervezők mintegy 2 millió résztvevőre számítottak, de látva Ferenc pápa népszerűségét, lehet, hogy ez a szám szerény becslésnek bizonyul majd. Az elmúlt hétvégén több száz szerzetes és közösség ünnepelte 3 napos zarándoklattal egybekötve a hit évét. Pénteken és szombaton a Vatikán közelében számos templomban különböző nyelveken katekéziseket tartottak. Ezt egy zarándoklat követte, amely az Obelix-től Szent Péter sírjáig tartott. Ez alatt a templomok is nyitva voltak, hogy gyónási alkalmakat biztosítsanak a hívőknek. Ezt mi javasoltuk, a szinódus pedig engedélyezte. Erősen támogattuk, hogy minden egyházmegyében legyen egy jól ismert hely, ahol a nap 24 órájában lehet gyónni. A vasárnapi felvonulás megtöltötte a Szent Péter tér közelében lévő utcákat. A szerzetesek egy-egy olasz festményt is hoztak magukkal Rómába, például a 13. századi Madonnát Tivoliból. Ez a kép volt az oltár mögött Ferenc pápa szent miséjén. Ahogy az érsek elmondta, a Latin Amerikából érkező szerzeteseket korlátozott létszámban tudták csak fogadni. Ez nem volt egy egyszerű döntés. A meghívás, az utazás költségeit a Vatikán állja. A mindössze 2 napos programért Latin Amerikából ide utazni, ezt most a válság idején csak kevesek számára tudtuk biztosítani. Több mint 50 000 zarándok vett részt a Szent Misén. A tér oldalán a bernini oszlopok mellett a szerzetesek által Rómába hozott képek kerültek kiállításra. Ferenc pápa történelmet ír május 12-én, amikor a katolikus egyház új szentjeit avatja. Pápaként ez az első szentélyavatási ünnepsége, amely örökbeste rekordnak számít a szentélyavatottak létszámát illetően. 802 hitvalló keresztény avat szenté, köztük a 800 otrantói vértanút. Miután 1480-ban az oszmán-török katonák lerombolták Otrantót, megölték azokat a lakosokat, akik nem voltak hajlandók áttérni az iszlám hitre. Kelemen pápa 1771-ben avatta őket boldoggá, most bő 240 évvel később kerül sor a szentélyavatásukra. Bár ez nyilván nem verseny, Ferenc pápa ezzel azonnal megelőzi II. János Pált, aki egyébként 482 szentet kanonizált. Az egyház május 12-én kanonizálja az első kolumbiai szentet is, Laura Montoya anyát. A szerzetes nő 1874-ben született, és 1949-ben halt meg. Szerzetesi közösséget alapított, hogy társaival Kolumbia legszegényebb részein az őslakos indiánok tanításával foglalkozhasson. Laura anya saját kongregációja kezdeményezte szentélyavatását 1963-ban. II. János Pál pápa 2004-ben már boldoggá avatta őt. A 802. szentélyavatandó személy Guadalupe García Zabala, ismertebb nevén Lupita anya. Ő a 2. női szentje Mexikónak. Lupita anya 1878-ban született és 1963-ban halt meg. Ő is saját kongregációt alapított, és egész életét a szegények segítésével töltötte. A szentélyavatási szertartást a Szent Péter téren tartják. A Szent Atya szokásos reggeli szentmiséjének egyikén a Vatikáni pénzintézet alkalmazottai vettek részt. Homiliájában arról beszélt, hogy az egyház a szeretet története, nem pedig valamiféle bürokratikus szervezet. Hozzátette, hogy az egyháznak ezekre az intézményeire csak is abban az esetben van szükség, ha erősítik ezt a szeretet történetet. Noi, donne e uomini di chiesa, siamo immersi in una storia d'amore. Ognuno di noi è un anello in questa catena d'amore.
E se non capiamo questo, non capiamo nulla cosa sia la Chiesa. A pápa azt is mondta, hogy az egyház szervezeti aspektusai sohasem lehetnek elsődlegesek. Ebben az esetben ugyanis szerinte az egyház azt kockáztatja, hogy összeomlik és non-profit szervezetté alakul át. Már második alkalommal beszélt erről a pápa nyilvánosan. Második János Pál 26 éves pápasága alatt 482 keresztényt avatott szentté, 1338-at boldoggá. 16. Benedek 6 év alatt 44 keresztényt emelt a szentek sorába, és 400-at avatott boldoggá. Mielőtt pápává választották volna, Bergoglio nem volt olyan híres világszerte, mint a többi bíboros. Noha Argentínán belül jól ismerték a jezsuita kardinálist, időnként meg tudta lepni a helybélieket is. Bergoglio teljesen egyedül érkezett, testőrök és hivatalos autó nélkül. Tudtuk, hogy nagyon szerény lehet. Csak bámultuk és azon töprengtünk, kicsoda ez az ember, tényleg a mi bíborosunk. Juan Manuel Duarte Argentina legszegényebb nyomornegyedeiben tanít hittant. Emlékszik, hogy Bergoglióval először egy szentmisén találkozott, ahol egy csoport épp arra készült, hogy a szegényeknek hirdesse az evangéliumot. A hitoktatásról beszélt, és annak a jelentőségéről, hogy a nyomornegyedekben folytassák az oktatást. Számunkra ez nagyon megható pillanat volt. Leginkább az egyszerű, szerény stílusa tűnt fel neki. A mostani képek, amelyeken a hívőket üdvözli, újdonságnak hathatnak azok számára, akik még nem ismerik eléggé, viszont természetes azoknak, akik ismerik. Duarte szerint Bergoglio sohasem igényelt különleges bánásmódot, noha ő volt Argentina legjelentősebb egyházi személyisége. Egészen különleges volt, hogy a szentmise után ott maradt és együtt evett a közösséggel. Nem volt semmiféle kivételezés. Velünk evett, és ugyanazt az ételt ette, amit mi. Csak belenyúlt a nagy lábasba, és evett a jellegzetes argenti házi kosztból. A világot ugyan meglephette a pápa kiállása a szegények iránti szolidaritásért, de Argentína lakói szerint, mint amilyen Duarte is, odahaza évek óta ugyanezt tette, bíborosként, püspökként, plébánosként. A vallás és a tudomány közötti vitában gyakran hallható érv, hogy ha az egyiket elfogadod, akkor szemben állsz a másikkal. Guy Consolmagno vatikáni csillagász szerint a kettő közti kapcsolat sokkal inkább testvéri rivalizálás. Mindkettő ugyanazon dolgok felé törekszik, és mindkettő sokat tanulhatna a másiktól. Consolmagno évekig hallgatta az előadásokat a tudományról és a vallásról. Ő maga tudós csillagász. Az MIT-n és a Harvardon is tanult, PhD fokozatot is szerzett. Jezsuita szerzetes, Castel Gandolfóban él, ahol a Vatikán egyik csillagvizsgálója található. Véleménye szerint, bár sok tudós nem beszél a vallásról, a hit általában ott van a lelkük mélyén. Amikor beléptem a jezsuitákhoz, sok tudós barátom eljött hozzám, és beszélt azokról a templomokról, amelyekben megfordultak. Kölcsönösen meglepődtünk, mert korábban nem beszéltünk a vallásról. Irodájában teleszkópok és meteorit darabok sorakoznak. Véleménye szerint a tudósok általában visszariadnak attól, hogy vallási meggyőződésüket szóba hozzák, de egyre inkább közös az a cél, hogy valami olyat értsünk meg, ami nagyobb nálunk. Ez abból a meggyőződésből ered, hogy ez az univerzum tényleg szabályok szerint működik. Mindez elárul valamit arról, hogy honnan is és kitől származik az univerzumunk. About where it came from. Izgalmasnak találja a legújabb kutatást a Higgs bozonról, amelyet isteni részecskének is neveznek. Néha a kapott eredmény nem éppen az, mint amire számítottunk, és ez történt a Higgs részecske kapcsán is. Nem pontosan azzal az energiával rendelkezik, mint amire gondoltak. Ez izgalmas. Tanultunk valami újat. Rövid látogatására Rómába utazott, ahol részt vett a vallásszabadságról tartott TEDx konferencián.
amikor a vallásról és a tudományról esik szó, a leginkább így tudja egyszerre jellemezni mindkettőt. Készülj a meglepetésre! Pier Battista Pizzaballa, a szentföldi ferencesek előjárója, sürgős üzenetben kért gyors segítséget a szíriai családok megsegítésére. Az erőszak egyre nő a rivális csoportok között, és már emberek százezrei kényszerültek otthonuk elhagyására. Az egy éve kezdődött polgárháború miatt a szíriai családok hiányt szenvednek ételben, és nincsenek munkahelyek, az üzemek jelentős része ugyanis elpusztult a konfliktus során. Az elmúlt hetekben Damaszkusztól délnyugatra kiújultak az összecsapások, több mint 550-en, leginkább nők és gyermekek vesztették életüket. A szentföldi ferencesek több szíriai városban aktívak, például Damaszkuszban, Aleppóban, Latakiában és Orontészben. A ferences kolostorokon belül gyógyszertárak és menedékhelyek létesültek minden rászoruló számára, vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül. A szentföldi ferencesek kérik a jószándékú emberek adományait és támogatását, hogy folytathassák az életmentő szeretett szolgálatot a szíriai kolostorokban. Az Etruszkening nevet kapta a felfedezőiről elkeresztelt Regolini Galassi sír háromdimenziós virtuális kiállítása. Az 1836-ban a Rómától 30 kilométerre lévő Cserveteriben kiásott etruszk sír úgy tárul a szemünk elé, ahogyan a Krisztus előtti 7. században volt látható. A mai látogatónak nincsen szüksége billentyűkre vagy egérre, karja mozgatásával tudja bejárni a sírkamrát, megfigyelni közelről a sírban elhelyezett tárgyakat. Szerettük volna a közönség számára elérhetővé tenni a sír tartalmát, közvetlen és komplex élményt biztosítani. A képzelet, a felfedezés iránti vágy fontos szerepet kapott a megvalósításban. A cél az, hogy a technológia segítségével a látogatók olyan közvetlen módon tudjanak tapasztalatot szerezni, mint ahogy a gyermekek fedezik fel a világot. A szervezők elismerik, hogy nem volt könnyű pontosan a helyére illeszteni minden elemet, legyen az fémből, fából vagy éppen kerámiából. Ezért néhány tárgy a Vatikáni Múzeum polcaira került. A szervezők készen állnak egy újabb háromdimenziós tárlatra. A jövőben is nyitottak vagyunk az ilyen és hasonló ötletekre. Először is látnunk kell, miként reagál a közönség. A technológia természetesen halad előre, és a háromdimenziós ábrázolás lehetősége teljesen új irányokat is kialakíthat a jövő múzeumi gyakorlatában. A kutatók a sír lézeres szkennelését összevetették a 19. században végzett feltárás során készített térképekkel. Végül háromdimenziós videót készítettek a sírról. A 6 milliót is meghaladta már Ferenc pápa twitteres követőinek száma. A Pontifex fiókot még 16. Benedek indította el tavaly decemberben, amely pápasága utolsó 3 hónapja alatt több mint 3 millió követőre tett szert. Március 13-án Ferenc pápa vette át a fiókot, a követők száma azóta 6 millióra duzzadt. A pápa 9 különböző nyelven kommunikál a Twitteren. A legnagyobb követői táborral az angol nyelvű oldal rendelkezik, közel 2,5 millió fővel. Ezt követi a spanyol nyelvű több mint 2 millió fővel, amely a legnagyobb növekedést tudhatja magáinak a pápa választást követően, és akár túl is szárnyalhatja majd az angolt. A harmadik legnépszerűbb az olasz nyelvű változat 600 000 követővel. Majd jön a portugál, a francia, a német, a latin, a lengyel és végül az arab nyelvű oldal. Ez utóbbinak jelenleg 55 000 követője akad. Megválasztása óta Ferenc pápa Twitter követőinek száma átlagosan 60 000 fővel gyarapszik hetente. Talán a legnagyobb meglepetést a latin nyelvű Twitter fiók megnyitása okozta, amely január 20-a óta működik, és már most több követővel rendelkezik, mint a lengyel vagy az arab nyelvű fiók. Thank you.
A Guadalupe-i bazilikában őrzött 16. századi Mária ikon Mexikó legismertebb vallási, kulturális és nemzeti szimbóluma. Az indián köpenyre festett kép a lehajtott fejű félholdon álló szüzet ábrázolja. Ez a kép a mai napig számtalan kutatás tárgya. Eduardo Chávez, a Mária jelenések szakértője szerint a Guadalupe-i szűz képe számtalan titkot rejt. Az 1929-ben Alfonso Márkve által készített fényképen a Guadalupe-i szűz szemében egy alak tükröződését lehet megfigyelni. Mindkét szemében megjelenik egy emberi alak tükörképe. Azt persze nem tudom egyértelműen kijelenteni, hogy ki ez a személy, de azt igen, hogy mindkét szemben az ő alakja tükröződik. Az eredeti kép azonban nem festmény, nincsenek rajta ecsetvonások, sem az anyag szálain, sem azok belsejében nem található semmiféle festékanyag. Egyes csillagászok kimutatták továbbá, hogy a képet díszítő csillagok elrendezése sem véletlenszerű. Azt a csillagállást tükrözi, fényképezi vissza, amely 1531. december 9-én volt a Guadalupe-i jelenés alkalmával. Egy másik meglepő tény a köpönyeg épsége. 116 éven keresztül védtelenül állt egy sós és párás helyen. Emellett túlélt egy bombarobbanást is, amely 1921. novemberében történt a templomban. A Guadalupe-i szűzanyát 1737-ben Mexikó, 1910-ben Amerika és 1935-ben a Fülöp-szigetek védőszentjévé nyilvánították. Következő adásunkban az egyház legújabb szentjeinek életét és szellemi örökségét mutatjuk be, itt a Római Riportban.